Az énekes komoly fájdalmakkal küzd, a járás is nehezére esik, az összes áprilisi koncertjét le kellett mondania. Bár nemrégiben a Dal 2019 műsorvezetőjeként még teljesen egészségesnek láthattuk Freddie-t, azóta sokat romlott az állapota, amiről ő maga számolt be a közösségi oldalán. Leírta, hogy orvosai gerincsérvet diagnosztizáltak nála, és erős csípő fájdalmai miatt nem tud színpadra lépni, így az összes áprilisi koncertjét kénytelen volt elhalasztani. Rajongóinak írt üzenetében úgy fogalmazott, hogy most a legfontosabb, hogy újra egészséges legyek. Hosszú út kezdődik, de erősebb leszek, mint valaha, ezt megígérhetem. A Bors megkeresésére azt is elárulta, hogy nem ment bele a gerincműtétbe, természetes módon szeretne meggyógyulni. Nem volt gerincműtétem, mert nem szerettem volna ilyen beavatkozást. Természetes, alternatív gyógyulási módot választottam. A májusi koncertjeimet nem mondtam le. Nagyon remélem, hogy akkor már jól leszek és újra színpadra tudok állni. Arra, hogy ez az alternatív módszer mit is jelent, nem tért ki, csupán annyit árult el, hogy valahol a természet lágy ölén, mókusok, fecskék és mini cickányok társaságában lassan, de biztosan halad a gyógyulás felé.